Bár még a késő nyárias meleg jellemzi az időjárást, a fűtési szezon már hivatalosan elindult hazánkban. A szeptember 15-i szezon kezdet, azonban inkább csak egy elvi lehetőség arra, hogy a fogyasztók igényelhetik a távhőszolgáltatást. A gyakorlatban pedig azt jelenti, hogy a szolgáltatónak eddig az időpontig a legszükségesebb hiba elhárításokon kívül minden karbantartási munkát be kell fejeznie. Természetesen ez akkor szokott a fűtés ezon igazából elindulni, amikor a napi középhőmérséklet 12-13 fok körül van. Most még jóval 18-20 fok körül van ez, bár ugye hétvégére jósolják a hideget, úgyhogy előfordul, hogy akkor már be kell indulnunk néhány épülettel. Több mint 50 éve üzemel Nyíregyházán a távhőszolgáltatás, éppen ezért folyamatosan szükséges a hálózat korszerűsítése. Idén nyáron is számos karbantartási munkát végzett a nyírtávhő a megyeszékhelyen. Csőcserét végeztünk Érkerten, Betlen Gábor utcán, de Józsavárosban is dolgoztunk. A legnagyobb beruházásunk az a Szegfi utcai beruházás volt, ahol közel 400 méter magas vezetést tettünk a föld alá, korszerű előszigetelt csővel egy talajvizes területen. Ez a vezeték ez azóta már működik, hiszen ezt május-júniusban megtettük. Jó László azt is elmondta, Nyíregyházán valamennyi távfűtéses lakást fel tudtak szerelni okosmérőkkel, ez a megyei jogú városok közül eddig csak itt valósult meg teljes mértékben.